Pakson ülésezett a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás, akik első napi rendi pontban törvényi kötelezettségüknek elegettéve fogadták el 2018. évi zárszámadásukat. Nincs tartozásunk, 5,5 millió forint tartalékunk van, tehát amit áthoztunk. Ugyan eredményben kimutattunk egy mínusz 1 millió 600-at, ez abból adódott, hogy a 3 évi számla összeget megkaptuk az atomerőműtől, de a községek nem számláztak be. Ez már pótolval lett januárban, tehát megkapták a települések a pénzt. A most megkötött együttműködési szerződésük 4 évre szól, amelyben az eddig vállalt feladatait továbbra is folytatja a TEI-t, törekedik a minél hatékonyabb tájékoztatásra, és végzi az ellenőrzést továbbra is. A TEI-nek a fő feladata természetesen ezt a 62 ezer ember, ami az új tagok felvételével körülbelül ezt állapítható meg, 62-63 ezer emberről beszélünk, a napi szintű kiszolgálását kommunikációs területen olyan információk jussanak el hozzájuk, amihez joguk van, és nyilván, hogy egy ilyen létesítmény mellett laknak, természetesen a legfőbb feladat. Ennek az alapfeladatnak az ellátását hozták létre 92-ben ezt a társulást. Támogatási szerződésüket 1 évre kötötték meg, ami évente kerül frissítésre a jövőben. Az ülés során került szintén aláírásra az új társulási megállapodás, amelyben már szerepel a május 1-ével hivatalosan is taggá vált Dunapataj, Györkönny és Madocsa. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója, kiemelten fontosnak tartotta, hogy mindazok, akik jogosultak a társulás tagságára, azzá is váljanak. Megértették, hogy együtt erősebbek lesznek, hiszen olyan közös célok állnak a térség előtt, ami egy erős civil szervezetet, kívülről nem megkezdhető civil szervezetet feltételeznek, vagy igényelnek, és azt gondolom, hogy ezzel, hogy a három tag, aki a 12 kilométeres ugarukörben benne van, belépett, így a TEI-t erősödött, és jobban fog tudni teljesíteni a felettünk álló új blokkok építésénél is. Több mint 10 éve dolgozott rajta a Paksi Atomerőmű és a társulás, hogy a TEI-t működési területe alapján minden olyan település taggá váljon, aki a 12 kilométeres sugarú körbe alapszabályok szerint beletartozik.